Köszöntöm a kedves nézőket, zajlik az olimpia, elkezdődött most már az atlétika is, úgyhogy Gécsek Tiborral fogunk beszélgetni egy kicsit, Európa-bajnokkal és olimpiai negyedik helyezett Kalapácsvetővel. Köszönöm, hogy eljöttél. Szia, és köszönöm a kívást. Az jutott először eszembe, hogy ez a negyedik hely, ez mennyi idő után kezd széppé válni, mert ugye most az olimpián is láttunk olyat, hogy századokkal, vagy akár ezredekkel, vagy centiméterekkel maradnak le dobogóról sportolók, és először nagyon csalódottak, de ezért gondolom az idő segít. Biztos, meg én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy az embernek hogyan lesz negyedik. Tehát azért azt lehet mondani, a teljesítmény most az én esetemben, Barcelona, tehát ott nálam azért viszonylag nagy különbség volt a negyedik és a harmadik helyezett eredmények között. Tehát én azt gondolom, hogy én akkor nem voltam képes arra a 81-50-es eredményre, amit akkor a harmadik helyezett elért. Úszásban, ahogyan láttam, ott azok a század másodpercek. Jogos volt a csalódottság. Jogos, úristen, azért komoly feldolgozni. Te melyik világversenyedre emlékszel a leginkább vissza, mert sok-sok év volt, amikor minden világversenyen ott voltál a döntőben, nem rendeztek nélküled döntőt. Hát 15 éven keresztül jutottam be minden világversenyen a döntőbe. Hát a legszebb, a legkedvesebb. Budapest. 1998. Így van, az fantasztikus. Az a 42-44 ezer ember, ott az a küzdelem, ami volt, az igazi verseny volt a kis Balázzsal, fantasztikus érzés, mai napig is természetesen, mikor ilyen alkalom van, vagy nézek egy olimpiai világbajnokság atlétikában, mindig az embernek emlékei előtörnek, nagyon jó volt ott lenni. Mennyire követed egyébként az atlétikát ezeken a világversenyeken, egy olimpián, egy VB-n? Követtem, mert a Németh Zsolttal, dobversenyének az edzővel, hát baráti kapcsolatunk van, évtizedes múltra, amikor még pici gyerekként ott futkozott körülöttünk, és lett belőle világbajnok ezüstérmes, és lett egy olimpiai. Először az edződ kisfia volt, aztán utána az edződ nagyfia, majd aztán utána a világbajnok konkurencia, ezüstérmes. Igen. Így van, de hát azért természetesen köztünk jó pár év van, úgyhogy a Zsolt azért felnőtt rajtam, de én örülök neki, hogy ilyen jó eredményeket ért el, VB ezüstérmes, és hát utána lett egy nagyszerű edző, aki fantasztikus eredményeket ér el a tanítványaival. Igen, Németh Pali bácsitól átvette a stafétabotot, és most Halász Bence van ott az olimpián, úgyhogy a világbajnokságon remekül szerepelt, és aztán most jöhet az olimpia. Te mit gondolsz az alapján, amit láttál az elmúlt egy-két évben? Bence egy tipikusan jó versenyző alkat. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy tudatosan tud készülni a versenyre. Tehát ez ritka, valakinek a tehetségében van ezben, tehát nem is tudja, hogy miért tud mindig jól versenyezni, hanem neki jön. Én azt gondolom, ilyen ős típus volt a Pars Krisztián, aki minden versenyen maximálisan, mikor csúcson volt, azt az időszakot mondanám, és én azt gondolom, hogy ebben az esetben én is olyan voltam, mint a Bence, hogy tudatosan készülni kellett a versenyekre, tehát képezni kellett magad, hogy a versenyeken egyre jobb formában legyél, és ő szerintem ilyen. Tehát ő tudatosan rákészül. Ez egy mentális dolog? Vagy igen, pedig fizikai? Lelki és mentális dolog. Meg készül rá. Tehát minden napokban készül, nem a verseny előtt közvetlenül. Az vagy jön, vagy nem jön. Hanem itt éveken keresztül kell készülni arra, hogy az ember majd versenyen is olyan helyzetbe fog kerülni, és akkor a pozitívumot tudja előhozni, ne a önsajnálatod, vagy ne a kétségbeesés, mert még nem úgy történt valami a bevezető, vagy a kórumban, vagy esetleg előző napokban, átfutott egy macska előttem, vagy teljesen mindegy. Tehát nem szabad ilyenekre gondolni. Szeretném kihasználni a helyzetet, hogy te vagy itt, és egy kicsit Németh Pali bácsira és a dobópápára emlékezni. Ugye volt a te edződ, aztán volt a fiainak az edzője, még Pars Krisztiánnak is az edzője volt, és aztán sajnos egyszer csak meghalt, amikor át kellett venni a fiainak a stafétabotot, de vitték tovább Pars Krisztiánnal, Halász Bencével és a többiekkel, a lányokról nem is beszélve, hogy mi az, amit ő itt hagyott örökségül abból az elképesztő tudásból, amit veletek elkezdett átadni? Köszönöm a kérdést, mert tényleg ezt kevesen kérdezik meg. Pali bácsinak volt egy nagyon nagy, azt gondolom, egy mondása, ami ki is volt írva az irodájában és az edzőterem falára, hogy először embert akarok nevelni, utána sportolót. És szerintem ebben minden benne van.
Tehát ő egy a megjelenésébe, a habitusába, a kommunikációjába, ahogyan ő beszélt más emberekkel, vagy sportolókkal, vagy vezetőkkel, vagy a hétköznapi emberekkel, valami olyan stílusa volt a Pali bácsinak, ami azt lehet mondani, hogy mindenkinek példaértékű. Hogy tettétek ezt bele a versenyzésbe, illetve a versenyen való viselkedésbe, amivel azért nagyon lehet hatni az ellenfelekre? Te ebben mondjuk zseniális voltál. Megint azt gondolom, hogy a Palibának ez a megint az pedagógia ösztöne, meg tudatossága is valószínű, tehát ezt meg, azt már nem tudjuk tőle megkérdezni. De ő neki mindig annyi versenyzője volt, akik mindig versenytársak voltak a versenyen. Most azt úgy leképezni a kérdésedre, hogy ott volt először a Szitás Imre, Vida József, aztán Németh Zsolt. VB-t játszottatok minden edzésen. Pontosan, és ő neki mindenkihez ugyanazt a mentális, pedagógiai, edzői, emberi motivációt kellett neki beleadnia, hogy ő a legjobbat adja. De ez valahogyan kialakult köztünk ez a versengés, ami pályán verseny, versenykívül pedig még mentünk utána sörözni, vagy mentünk buliba, vagy mentünk valahol közösen. Szóval akkor ez nem egy nyomás volt a vállatokon, hogy egymással edzeni minden nap egy újabb kihívás, hanem az az egészséges versenyszellem, ami aztán kihozta végül majdnem mindenkiből a legjobb eredmény. Ebből épült fel a dobócsoport. Tehát annó, annak idején Tánci Tibortól, aki egy fantasztikus technikai képességű ember volt, és elvitte egészen az eredményt, 76 méter 30-ig, ha jól mondom, Tibor, ha nem jól, akkor ne sértődj meg. De egy olyan technikát mutatott nekünk a négy forgást, én is tőle tanultam mindent, hogy az egy fantasztikus, egymás hátán nőttünk fel. Amikor meg odaértünk már a Szitás Imrével, meg a Vida Józsival a 80 méteres határoz, akkor meg egymás konkurencia voltunk, de utána mentünk együtt szórakozni, vagy egymást boldogítani. Ez nagyon sokat tud segíteni, főleg kiskorban, amikor van egy ember előtted, akit látod, és vizualizálni is tudod, hogy mit kell megcsinálni. Nagyon megváltoztak a körülmények a mai sportolóknak, mert már nagyon sok minden a rendelkezésükre áll, ami a ti időtökben még azért nem volt teljesen egyértelmű, legalábbis itt Magyarországon nem. De ti egy kicsit azért megelőztétek a korotokat, azt gondolom, azzal, hogy a külföldi versenyzőkkel már jó kapcsolatot ápoltatok, miközben a többiek még nem annyira, hogy külföldi edzőtáborba jártatok, hogy eljutottatok más kontinensekre, tehát egy kicsit mintha megelőztétek volna a korotokat ebben az atlétikában. Igen, valószínű. Tehát az, hogy mi eljutottunk, vagy említetted külföldi edzőtáborokba, ott edzett ugyancsak mondjuk a világon a legjobbak, és láttuk tőlük, hogy ők hogyan regenerálódnak, vagy hogyan nyújtanak például. Tehát nekem a mai napig bennem van az, mert járok gyógytornára, hogy ha ennyire keményen csináltuk volna mi is ezt a gyógytornát, amit akkor csak így kapirgáltunk, és ott volt a szakember mellettünk, de most utólag is be lehet ismerni, hogy kicsit megmosolyogtuk, meg jó van, már elég lesz ez a gyógytorna, nem kell tovább ezt a nyújtást csinálni. Kellett volna még jobban egy kicsit, azt lehet mondani, mert az elasztikusság, a gyorsaság az mindig az izomzatnak a jó állapotában fejlődik ki. Akkoriban azért sokkal kevesebb országban csinálták a kalapácsvetést ilyen magas szinten. Most ott látjuk ezt a kanadai srácot, akiről még azt is el lehet képzelni, hogy esetleg egy világcsúcsot kiteker. De te hogy látod az, hogy bejött rengeteg olyan ország egyébként az atlétikába most, az indiaiaktól, a japánokon keresztül, akik vagy mondjuk Sri Lanka, akik behoztak eredményes sportolókat, és aztán jön majd utánuk a második, harmadik, stb. Hogy ez mennyit fog változni magán a sportágon? Hát azt gondolom, hogy színesebb, ha így nézzük, tehát sokkal jobb, mint hogyha csak az akkor a mi időnkbe kezdődő 86-85-re kell visszamenni, NDK, Lengyelország, Oroszország, tehát így volt, meg Magyarország, így van, és akkor mi próbáltunk kapaszkodni föl az NDK-sokkal együtt. Hát ma már, ahogyan felsoroltad, tényleg nagyon-nagyon kitágult, és érdekes módon például németek gyengébbek lettek, pedig hát nagyon-nagyon-nagyon nagyon nagy hegemónia volt ott a dobásnak, és azon belül a kalapácsvetésnek is. De a lengyelek pedig már évtized óta már, több négy évtizede ott vannak az élen, és tényleg amerikaiak, vagy kanadai srác, aki megjelent tavaly Budapesten, de jól csinálja, tehát fantasztikus technikai képességgel csinálja. Van a fejedben sorrend, egy ilyen feltételes sorrend a kalapácsvetésben, hogy mit vársz az olimpián? Van Halász Bence, és a többiek. És a többiek. Tehát én azt gondolom így, mert a Bencében itt tavaly is a VB-t is megmutatta, bármit tud. Uh-huh.
Tehát ez a 81 méter és 83 méter között. És azt gondolom, kicsit visszatolok talán a Budapest Európa bajnokságra, 98, aki először meglepi a másikat, annak van egy előnye. Uh-huh. Nekem is ott sikerült meglepnem a Balást azon a 82 méter 78-al, hogy ő arra válaszolni kell. Tehát itt a Bence is mondjuk egy első sorozat után tudna egy 82-30-at dobni, azért arra már mindegy, hogy kanadai vagy nem kanadai, már nem biztos olyan hirtelen választ fog dobni. Legyen neked ebben mindenképpen igazad, történjen így. Nagyon örülök, hogy tudtunk egy kicsit visszamenni a múltba és beszélgetni, és aztán elkezdődött az atlétika, úgyhogy láthatjuk most már azokat a számokat, illetve a magyar atlétákat, akiknek nagyon fogunk szurkolni. Neked köszönöm. Köszönöm én is. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Viszontlátásra.